Na hát elkészült a doblemez. Hát szerintem elég jól sikerült, majd fotókat majd láthattok fent a Facebook oldalamon, ha szeretnétek megnézni, az Etap Garázs Marci Facebook oldalán, lent a videó leírásába megtaláljátok a linket. Most így, hogy már kiépült a doblemez, megfelelően tudja fogadni a sárvédőpanelt, amit láttatok az előző videóban, hogy ugye le lett bontva, most szépen vissza kell ugyanúgy milliméter pontosan építeni. Na, azt mondtam, hogy a bontás eléggé hosszadalmas és úgymond bonyolult művelet, főleg akkor, hogyha bolygatva volt maga a karosszéria, akkor az építési folyamat az arra hatványozottan igaz a maga a bonyolultsága, és a, még nem is mondanám azt, hogy a bonyolultsága, hanem ha le tudtad bontani, akkor vissza is tudod építeni, hanem inkább a precizitást igénylő művelet maga az építés folyamata. Ugye ebben az esetben is itt egy elég nagy sárvédőpanelről van szó, aminek ugyanúgy ugye állnia kell az ajtóhézagnak is, csomitetőnek a hézagára is figyelni kell, de viszont ennek van egy másik rész itt a ponyvatetőnek a záró fedele lényegébe, aminek úgy szint állnia kell lényegébe itt. Jaj, és még nem beszélve a tankbetöltő nyílásról. Úgyhogy lényegében itt négy illesztési pontnak is állnia kell, csak ennél az egy sárvédő panelnél. Most ami ugye a felépítés után szükséges, amit ki kell építeni, még itt a falc rész lényegében itt a sárvédő panelnek, ami bekötődik lényegében, a küszöb bekötődik bele. Ugye ez is el van itt tűnve, el van rohadva, csak úgy gondoltam, hogy először felépítem, szépen felpozícionálom magát a panelt, felépítem, felrögzítem, ugye lehegeztem, és utána fogom ezt a falc részt lényegében itt kiépíteni. Meg kiépíthettem volna az asztalon is, de csak az a baj, hogy ott nem látok semmiféle méretet, ugye. Itt meg, hogy már a helyén van, így látom, hogy meddig a pontig kell kinyúlnia, hogy milyen ívet kell felvennie ahhoz, hogy az ajtó zárás akkor megmaradjon, ugyanúgy a hézag is, meg minden. Hát lényegében minden pontos legyen, minden méreten legyen. Arra gondoltam, vannak nekem itt ilyen maradékok itt a műhelybe, ugye, hogy ilyen küszöb cseréknél, ami megmaradtak ilyen falc részek. Ugye van E46-osom is, talán úgy tudom, van Toyotához is, van E36-hoz is, úgy tudom, majd ezt megnézem, és akkor összevetem magát az ívét, ott a falcnak az ívét, ahogy rázáródik az ajtó, ott a küszöbb maradékokra, és akkor hát ha találnék egyet, valamelyiket, amelyik megfelelő ívben, meg megfelelő méretben, vagy ha még nem is, de legalább egy kicsit van csak az eltérése, és akkor megpróbálom abból felépíteni. Sokkal egyszerűbb lenne, mert az már az egy elemből van lényegében, egy anyagból, és nem kellene akkor kalapálgatnom, meg alakítgatnom, formálgatnom,
hanem ha a fasza lenne, vagy ha minimális eltérés lenne, akkor lehetne. Hát gyorsabban haladni, na. Na hát jó hangzott. Jó hangzott az ötlet, de hát nem hiszem, hogy lesz olyan küszöbb maradék, ami jó lesz oda. Hát megnézzük, hogy esetleg egy kis minimális átalakítással fel tudok-e valamit használni. Hát van itt egy úgy látom, egy Toyota Corolla küszöbb, de hát szerintem ez kizárt, hogy jó legyen. Még ha jó is lenne, szerintem rövid. Itt ez a B-oszlopnak a kiképzése, ahol volt. Ez elég rövid. Van itt egy hátsó, meg egy B-oszlop. Annyi, hogy ez nem is lett felhasználva, mert ez eléggé csúnyán néz ki, teljesen össze van gyűrve. Tehát az E36-osoknak a küszöbje az valamiért nem nagyon sikerült az utángyártó cégeknek. Úgyhogy az E36-osoknál szinte mindegyiknél így néz ki a falc, így el van gyűrve. De hát szerintem ez sem lesz jó. Van még itt egy N46-os. N46-osnak a falc maradéka. Még. Nem, ez se jó. Ez se jó, mert ez meg itt a B-oszlopnál vékonyodik. Ez meg pont, hogy ide felfele a sárvédő panelhez szélesedik a falc, úgyhogy ez is kizárt. Ja, más nem is nagyon van. Még egy, igen. Nem, nincsen. Itt van még egy E46-osnak a hátsó része van még itt, de hát ez is kizárt, hogy jó lesz, úgyhogy szerintem le kell ezt gyártani, több mint valószínű. Pedig már reménykedtem, hogy hát ha megúszom, de ezt nem lehet megúszósban megcsinálni. Sárvédőperem az ugyanazt a törődést kapta, mint a túloldalt. Annyi, hogy itt a lepucolás közben, már az első részben, amikor átnéztük az autót, akkor beszéltem, hogy itt a nyúlványnál vannak javítgatások. Annyi, hogy így most így jobban megnézve elég gyanúsnak tűnik. Azért gondoltam azt, hogy megpucolom így, hogy felveszem videóra, hogy lássuk, hogy együtt megnézzük, hogy lényegében mit található. Elég vastag tömítő réteg, meg alvázvédő réteg van itt rákemve. Erre kíváncsi leszek, hogy ez hogy lett itt megoldva ez a nyúlvány, a hátsó hossztartó nyúlványnak a külső része lényegében, hogy lett javítva. De azért mondom, hogy itt a sárvédőperemet nem is vettem fel, mert egyértelmű, hát nem vártam semmi, ugye a túloldalból kiindulva nem sok jóra számítottam ezen az oldalt sem. Nagyon vissza kell ezt vágni, még nincs, nem pucolódott ki mögül le a perem mögött, de itt valószínű, hogy itt a tövénél szokott elrohadni itt a bal oldalt. Ugye itt nem jellemző annyira, hogy eltűnjön a doblemez, mint a túloldalt, ez a 30-as BMW-knél. Ez legyen akármilyen karosszéria típus, lehet szedán, cabrio, akármi, nem jellemző a bal oldalt. A bal oldalt általában itt a töve szokott elmenni a doblemeznek, a belső peremnek. Úgyhogy ezt majd megnézzük, de hát mindenféleképpen vissza kell vágni a peremet, az egész peremet vissza kell vágni, mert ez így nem maradhat. Volt rajta 8 kiló git, meg mit tudom én. Ezt nem szabad így hagyni, ez nagyon csúnyán lett kivitelezve. De akkor megpucoljuk itt a nyúlványt is, azt megnézzük, hogy milyen.
Eléggé. Hát, annyi, hogy legalább megpróbálták végigvarni. Mentségükre legyen mondva. Tehát nem a legszebb kivitelezés. Láttam már szebbet is, de viszont láttam már csúnyábbat is ennél. Na hát még kívülről nem is látszott annyira csúnyának, mint amilyen csúnya így alulról. Már most így, hogy lepucoltam, le van pucolva az egész vastag alvázvédő réteg. Hát ez egy darásfészek az egész, amiben belenyúltam keményen. Úgyhogy hát ez a felső rugó tányér, ez már teljesen meg van menve, az már innen látszik. Szerintem pozíciója sem megfelelő, már így nagyjából rámértem a túloldalira, mert a túloldali az még gyári, mert az nincs is elrohadva, itt a bal oldal van inkább megmenve. Így rámértem, még pozícióba sem megfelelő, így a nagyságrendi rámérésben, de majd ha rámérek még komolyabban, akkor szerintem kiderül, hogy itt milliméterekkel van elrakva, meg félre menve. Szerintem... Hát mindegy, de szerintem ez így le is fog jönni. Simán, nem is kell ezt vágni semmit, így lejön. Mindjárt megpróbálom leszedni. Megnézzük. Igen. Kicsit erőlködök, le is lehet ütni, nem is kell vágni semmi. Ez így, hogy van, ez a darásfészek, ez elengedi. Elengedi úgy, ahogy van az egészet. Hát ezt szerencsétlen autó így összegányolni. Jó lett, jó sikerült. Igen, ez az, hogy ilyen az, amikor nem férsz hozzá rendesen. Ugye, mert ideális esetben ugye itt van a bölcsőd, a diffid, meg minden, ugye az üzemanyagtankod is itt van. Oké, hogy a futóművet ki lehet szedni, és akkor úgy még nagyjából hozzá. Még azért mondom, nem is lehet mondani azt, hogy nem lehet hozzáférni, és azért lett ilyen csúnya, mert még ha benn is van a bölcsőd, benn is van a diffid, a üzemanyagtankod, kiveszed itt a bal hátsó futóművet, megbontod, ennél szebben is meg lehetne csinálni. Elvileg. Nem tudom, nem értem, hogy miért sikerült ilyen csúnyán. Hát mindegy, ez vissza le lett bontva, ez az rugótányér, ez kuka, ezt újra kell gyártani. Vagy szétnézni, hogy lehet-e kapni hozzá. Szia, drágám! Most már mindegy, most már gyere. Jó, bejöttél, meg sunga. Kávészünet.
faszául beégett, úgy látom a hegesztés. Le lehet bontani, mint a... Le lehet bontani, mint a konzervet, úgy ki lehet bontani. Hát, mint felvált, faszáú. Szar, törött patentfogó, patentkiszedővel leszedem, bazd meg. Ilyet. Bele is tört. Mindegy. Ez már így marad. Beletörve. Hát kíváncsi vagyok, hogy mit fettek lehet ezzel. Miért kellett ezt a nagy fautot ide rakni? Annyit itt meg kell vágni. Meg kell nyitni itt a varratot. Varratot meg kell nyitni. Ez itt ez a fele szépen levált. Szépen faszául levált a fele. És akkor ezt meg itt szépen megvágom, aztán ki lehet szépen, le lehet lesz szépen nyitni az egészet szerintem. Úgy tervezem, legalábbis. Ha minden jól megy. Hát ez... Fasza. Bazd meg, mi a fasz van mögötte? Mi ez? Ez mi? Mi a faszom? Ez darás fészek? Vagy mi a kurva anyja? Nézd már, még emel is van benne. Mi a faszom? Mi ez, hegesztés? Hegesztővel ez felrakva? Vagy mi van ebben? Mi van ebben? Ez hegesztéssel van felrakva a nyúlvány. Bázd meg, beszarok. Beszarok, komolyan mondom. Tiszta ótvar az egész. Valaki jó sok vagy húzalt, vagy pálcát, vagy nem tudom mi a faszomat. Jó sokat elpazarolt rá. Ez komoly. Ez oszt komoly. Felraktak egy darásfészket, leköszörülték köszörűkoronggal, azt ágyesz, bugyesz. Azt jó van ez így. Jó van ez így filmforgatásra. Nesze, nyugati nyaralás. Adjad neki, lehet menni nyaralni nyugatra. Nem semmi. Faszagányos. Fakszagányos lett, kérem szépen. Ugye itt mindenféleképpen az ilyen futómű rögzítési pontokkal, meg lényegében itt mint például a felső rugótányérnál is, ugyanúgy figyelni kell a méretekre, minden, hát a gyári helyére kell visszaépíteni a magát a felső rugótányért, hogy a spirálrugó ne legyen feszültség alatt, mert hogyha arrébb rakjuk a rugótányért, akkor a spirálrugó feszültség alatt lesz folyamatosan, és akkor hajlamosabb lesz a törésre, és ezért a... Hát lényegében az volt a jó, hogy a túloldal, a jobb oldal az nem volt elrohadva, az egy gyári helyen volt, ellenben ezzel az oldallal, ami vissza lett taknyolva, meg vissza lett ilyen-olyan módon, hát ideiglenesen meg lett csinálva a kiszakadás után, és le tudtam venni a méretet a jobb oldali felső rugótányérról. Nem az, mert hogyha utána néz az ember, hogyha ne adj Isten a másik oldal is meg lett volna bolygatva, vagy nem lett volna gyári, ki lehet nézni a gyári méreteket, a gyári pozícióját meg lehet találni, és úgy vissza lehet szépen építeni a gyári pozíciójába a rugótányért. Itt mindenféleképpen figyelni kellett, ugye itt vannak ezek a technikai furatok, és a technikai furatoknak a segítségével kell visszapozicionálni a gyári helyére, ez a lényegében a felső rugótányért. Minden esetben a
karosszérián ezeket a technikai furatokat veszük figyelembe. És lényegében ebben benne is van, mert itt semmi eltérést úgy raktam vissza, úgy pozícionáltam vissza, hogy nincs benne még egy milliméter eltérés sem. Úgyhogy ez a gyári helyére lett vissza rögzítve. Ugye fogok majd, tervben van, hogy szeretnék majd egy ilyen Patreon csatornát létrehozni a YouTube felületen belül. Nem tudom, hogy működik, majd utána kell néznem. Mert mondtátok többen is, hogy mi az, hogy hozzam létre, írtatok többen is, hogy meg úgy olyan kommentbe is a YouTube csatorna videói alá, komment szekcióba is írtátok többen, hogy hozzak létre egy ilyen támogatói felületet. Én a Patreonra gondoltam, vagy egy ilyen Patreonhoz hasonló dologra gondoltam. Nem tudom, majd meglátom, hogy működik ez a csatornatagság, és akkor szeretnék majd ilyen, hát úgymond ilyen szakmább dolgokat, ami olyan dolog, hogy a ilyen oktatóbb jellegű dolgokat szeretnék majd a csatorna támogatói részére lényegében hát feltenni ilyen videókat. Például majd lesz olyan videó is feltéve, tervezem, hogy ugye megmutatom ezeket a technikai furatoknak a hogy mérjük ki ezeket a dolgokat, hogyha például mint a futóműbe rögzítési pontot kell, például hogyha futómű rögzítési pontot kell hegeszteni, vagy gyári pozícióba visszarakni, akkor hogy mely technikai furatok segítségével, vagy hogy mérjük ezeket ki. Meg hogy ugye a sárvédőperem, hogy én tükörbe szoktam hegeszteni, vagy élbe ki, hogy mondja, és annak is a teljes folyamatát, hát ilyen oktató jellegű lényegében, amit fel fogok majd tenni az csatorna tagok részére, vagy a Patreon támogatók részére, még ezt így nem döntöttem el, majd még utána, még ráosszok még, vagy kettőt, azt akkor majd ugye eldöntöm. De azok is, akik nincsenek, nem támogatók lesznek, meg nem ilyen csatornatagok, azoknak is fogok így csöpögtetni, majd lesznek ilyen, hát mint ahogy felrettem, hogy így szabd a küszöböt, vagy ilyesmilyen, hát ilyen dolgokat majd nem fogok hanyagolni senkit, csak azok, akik majd támogatók lesznek, azok majd egy kicsivel többet fognak kapni, majd így ilyen szakmai jellegűbb dolgokat fogok majd bemutatni, ami alapján akár még majd olyan emberek is, akiknek esetleg szakirányú végzettségük van, vagy ilyesmi, vagy bármi, vagy látnak ebben így, hogy a saját autójukat így megcsinálgassák, ilyen kis apróbb munkákat, ugye mert rengetegen vagytok, azért nézitek a videóimat, hogy ebből tanulva ti is úgymond ilyen kisebb, apróbb munkákat tudjatok elvégezni a saját autóitokon, és akkor azoknak ez szerintem egy, ugye a szakmabelieknek nem sok, úgyse tud az ember újat mutatni lényegében, hogyha arról van szó. Szóval mondjuk vannak innek igen, mert elnézve némely munkafolyamatokat, amiket itt például ezen a filmsztáron is, amit megeszközöltek, azért el kellene nekik is az oktatás, úgyhogy lényegében bárki majd így részt vehet ezen a támogatói felületen, és akkor fogják látni az úgymond szakmába mélyebben belemenő oktató jellegű videókat. Nem szeretem ezt így elmondani, oktató jellegű, mert én nem oktató jelleggel teszem ezeket fel. Én csak így a saját tapasztalataimat, úgymond, amiket én is így alkalmazok, vagy amiket kitapasztalt az ember így az évek során, azt próbálja így átadni a videók alapján a YouTube csatornán. Nem.